Sziasztok, Verekszászi Nyúl és fűrtenyésztő vagyok, és ugye csak felveszek egy kis részt abból, hogy most pucoltam ki a fűrjek alól a tálcákat, és hát 6 nap alatt ennyit tojtak, azért ez egy szép teljesítmény, tehát nem hiába szoktuk mondani, ahol van bevétel, ott van kiadás is. Hát innen folytatjuk, ugyanis nagyon érdekes témával fogok most készülni, ugyanis azt fogjuk a jelenlegi videóban arról fogok beszélni, hogy hogyan is lehet megkülönböztetni a japán fűrjeknél a fiút és a lányt, tehát a kakast és a tojót, és ugyanúgy hogy lehet megkülönböztetni a texasi fűrjeknél, hiszen ott már egy kicsivel bonyolultabb a lányt és a fiút, tehát mindenképpen érdemes velem tartani, főleg ha érdekel a téma, illetve ugye nézzétek a csatornámat, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok csatorna tagok, illetve nem iratkoztatok fel. Ugye Verekszászi fűr és nyúltenyésztő vagyok, most már betettem a fűrtenyésztőt is az előjelzésbe. A csatornámon hozzávetőlegesen több mint 100 videó található nyúltenyésztés, és most már lassan egy éve fűrtenyésztés témában is, hiszen márciustól kezdtem fűrjekkel foglalkozni, és nagyon sok tapasztalatot szereztem az elmúlt 9 hónapban, 10 hónapban. Ezeket igyekszek mindig átadni, illetve most ebbe a videóba is erről fogok még pluszba beszélni. Úgyhogy kövessetek, nézzétek a csatornámat, rögtön érkezünk, sziasztok! Jó, hát takarítás után vagyunk, de még nem érkeztem összesepregetni. Viszont, mint ígértem nektek, tehát arról fogok most beszélni, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a japán fűrnél, illetve a texasi fűrjeknél, hogy melyik a kakas és melyik a tojó. Először szükségem van innen egy, na mit sikerült kivennem, egy kakast, és szükségem lenne még egy tojóra. Nézzük, ez is egy kakas, ez sokkal szebb kakas. Hirtelen. Hirtelen elég nehéz egy tojót elkapni, ami ránézésre tojó. Na, hol vagytok? Még ez is kakas. Jó van, nyugi. Nyugi, 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 nyugi. Na végre. Bár ez nem lesz annyira nyilvánvaló, de nem ez is egy fiú. Ez viszont tojó kell, hogy legyen. Ez a kis kopasz. Az bizony. Nos, mind a kettőt megpróbálom úgy kézbe fogni, hogy látható legyen, mivel hogy szemmel fog... Tehát nézzétek meg a két példányt. Jó van, nyugi, 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 nem bántlak. Ennek a mellkasa teljesen tiszta, ilyen szép, egyenes színű, vagy ilyen barnás színű. Ennek a mellkas így a nyakánál, próbálom megfogni őket, viszont pettyes. Nézzétek, ennek tiszta, ennek pettyes. Tehát a japán fűrnél csak ennyit kell nézni, ha vannak benne pettyek itt a nyaka alatt, akkor biztos, hogy ez a lány, és hogyha nincsenek ilyen pettyek, akkor ez a fiú. Nem is kínlasztom őket tovább, szegények annyira nem szeretik, hogyha kézbe fogják őket. Olyan erővel szabadultak kifele a kezemből, hogy hát szinte sajnáltam szorítani őket, hogy el ne engedjem, mert féltem, hogy nehogy túlságosan nagyot szorítsak rajtuk. Na most itt vannak viszont a texasi fűrjek. Ja, és még egy érdekesség a japán fűrjeknél. A fűrjeknél mindig a kakas a kisebb, és a tojó a nagyobb, tehát ha a ránézésre is, bár az alapján nagyon nehéz így megállapítani, de általában fordítva van, mint a tyúkoknál. A tyúkoknál ugye a kakasok mindig erőteljesebbek, nagyobbak, hát a fűrjeknél pont fordítva, a fűrjeknél a kakasok a kisebbek. Na most itt is próbálok két nemet is megtalálni, tehát fiút is, lányt is.
És úgy látom, a fiú már sikerült is, azzal nincs probléma. Most remélem találunk egy lányt, ez egy jó erő, teljesen nagy. Kíváncsi vagyok, hogy valóban lánye. Csak bezárom itt is a... Igen, és kislány. Na most itt se lesz egy egyszerű, de ha nagyon figyeltek, akkor könnyű megállapítani. Nézzétek, hogy ennek a kis fenék része, nem tudom mennyire adja vissza a videó, de itt teljesen, teljesen nagy, látjátok? És hogyha megnyomom ezt a kis fenék részt egy kicsit, akkor ebből kell egy kicsi habnak, látjátok? Itt hab jön ki belőle. Ez a fiú. A lánynál ez a fenék rész, ez nincs ennyire így ki, ez akkor látszana, hogy mennyire így ki van így dudorodva, van benne egy ilyen félkör a fiúnál, amikor meg van pucolva és nincsen rajta toll, de itt látható és érezhető, hogy nincs meg az a nagy duzzanat, mint a fiúknál, és ha megnyomod, itt nem jön ki belőle ilyen habszerűség. Tehát így tudod megállapítani, hogy melyik a fiú és melyik a lány. Tudom, hogy most egyszerűnek tűnik nekem, nekteknek bonyolultnak, és nem tudom a videó mit fog visszaadni, mert a fejemen van a kamera, de bízok benne, hogy normálisan visszaadja. Itt már le vannak válogatva, ugye külön a fiúk, külön a lányok, és úgy vannak külön a fiúk, hogy a minden három lányhoz van egy fiú, pont azért, hogy ezek a tojások, mint látjátok ide, amik ki vannak gurulva, ez a tegnap estiek, ma még gurul hozzájuk, ezek jók legyenek tovább tenyésztésre. Hiszen már januártól megkezdték az emberek a keltetést, elkezdték vinni a tojásokat, és már nagyon szép arányba keltek ki azokból a tojásokból, amit tőlem vásároltak. Több mint 70% feletti volt a kelési arány, ami januárban nagyon jónak mondható. Úgyhogy ennek nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok a visszajelzésekért, hiszen számomra, mint eladónak fontos, hogy a vásárló legyen megelégedve, hogy ne érezze azt, hogy kidobott pénz volt, amit nálam költött el, hanem ellenkezőleg azt érezze, hogy igen, jó üzletet csinált, és éppen ezért holnap is vissza fog jönni, ha szüksége van valamire. Na most a másik dolog, amit még beszereztem, és szeretnék nektek megmutatni, most a héten jött meg, az a neve, hogy Bölcső. Ugyanattól a vállalkozótól rendeltem, tehát gyári Bölcső, mint ami a ketrecek, aki a ketreceket is, akitől rendeltem. Tudni kell erről a vállalkozóról, hogy hát Ukrajnába fent, egész a keleti részen, nem messze a harcoktól, de hál' Istennek ott még nincsenek harcok, ott él és ott működik. Nagyon jó minőségű anyaggal dolgozik, ezt meg tudom erősíteni, hiszen épp ezért nem sajnáltam ezekért a ketrecekért, tehát ugye fiókonként ez ilyen szállítással együtt több mint 30 ezer forintban van benne, tehát nem sajnáltam érte ezt a pénzt, hiszen nem csak egy évig szeretnék fűrjekkel foglalkozni, hanem hosszú-hosszú ideig. Éppen ezért tőle rendeltem a Bölcsőt is. Na most a Bölcsővel kapcsolatban viszont van egy észrevételem. Nagyon egy jó dolog, és itt be is dugom nektek. Meg is mutatom, hogy milyen praktikusan megoldotta. Tehát először is ugye benne vannak a fiatal fűrjeknek, majd remélem a videó visszaadja maximálisan. Benne vannak ugye a szépen az itatók, itt lesznek az etetők, még külön tudok betenni itatót, ha szeretnék, de úgy durván ilyen 100 darab kis fűrjet egy ilyen 14 napig itt lehet nevelni, ugye rácsos, kihúzható tálcával, tehát könnyű a tisztántartása, tehát ezek mind nagyon praktikus dolgok, illetve ugye be van építve, remélem a kamera visszaadja, infralámpa és egy állandó fény, és az infralámpa az azért van, hogy ugye be van állítva 37 fokra a hőmérséklet, hogy a szépen egyenletesen tartja, és amikor eléri a 37 fokot, akkor kikapcsol, amikor pedig ugye 37 alá süllyed, akkor bekapcsol. Be lehet állítani, hogy milyen intervallum között kapcsoljon ki és be, tehát ezek nagyon hasznos dolgok, illetve masszív, minőségi lemezből van szintén maga az egész Bölcső. Viszont, ami nem tetszik,
Egyik az ára, hiszen több mint 60 ezer forintba került, pontosabban 70 ezer forintba került, ez így, amit láttok magatok előtt, házhoz szállítással. Ebből 10 ezer forintnyi megfelelő összeg volt a házhoz szállítási rész. Lett volna olcsóbb szállítás is, de arra két hetet kellett volna várni, és sok esetben nem minőségesen dolgoznak. Itt pedig reggel feladta, másnap estére itt volt, tehát ténylegesen ez a Ukrán Posta, Nova Posta neve nagyon gyorsan és minőségileg szállít, viszont piszok drága. Na most, mi a baj ezzel? Elsődlegesen azért, mikor a képek alapján néztem, itt látjátok, fólia van előtte, de alapján véve itt nincsen semmi. Én azt hittem, hogy itt a rácsoknál, itt plasztik lesz, tehát ilyen átlátszó műanyag, vagy valami. Tehát nem gondoltam volna, hogy ez nyitott lesz. Megnézitek, itt mutatja a külső hőmérsékletet, ami jelen esetben itt a garázsban 8 fok, most már itt már megy felfele, tehát 8,5 fok, ahogy beindítottam az infralámpát, de ha megnézitek itt, itt az ujjom, tehát szellőzős, szellőzős, innen is szellőzős, és előről is szellőzős. Mikor meghozták, kíváncsiságból kipróbáltam, hogy csak így befóliáztam egy kicsit az elejét, pokróccal letakartam nagyjából, hogy meddig fogja felfűteni, és hát így ebbe a környezetbe egy infralámpával mindössze 17,5 fokra. Na, lehet, hogy ment volna 18-ra is, hogyha jobban letakargatom, vagy esetleg 20-ra, de emberek, ez kevés. Éppen ezért, bár itt szerettem volna kint tartani a fűrjeket, hogy amikor bölcsőbe kikerülnek, de muszáj ezek egy meleg szobába, vagy egy meleg helységbe bevinni őket, és fűteni ott is, hogy legyen legalább 22 fok külső hőmérséklet, vagy 24, hogy így felbírja fűteni 37 fokra ez a bölcső. Tehát semmiféleképpen nem praktikus megoldás, és úgy igazából nyáron nagyon szuper lesz, vagy pedig már ilyen tavasz végétől egész ősz végéig, tehát ilyen 6 hónapig nagyon jól fogom tudni használni, de 6 hónapig csak meleg fűtött szobába. Tehát én valamilyen szinten ezt egy ilyen átverésnek érzem, bár bizonyára gondolkodok még rajta, hogy tudom téliesíteni, de a legnagyobb probléma, hogy ez lemez, és de mindegy, próbálok akkor majd valamit kitalálni, és még rákölteni, vagy 1000-2000 évnyát, és egy jó bölcsőt csinálni belőle, mert minden más tekintetből viszont nagyon praktikus. Úgyhogy ezt szerettem volna megmutatni nektek. Hát látjátok, hogy gyönyörűen tojnak. Innen az idén szeretném, hogy kikerüljön az összes fűrj, és ha Isten könyörül, akkor úgy szeretném, hogy 10 ilyen négyszintes ketrec legyen, összesen nekem beállítva az új fűrházba, ami azt jelenti, meglátom, hogy mit tudok belőle megvalósítani, az 40 fiók, és hogyha fiókonként számolok csak 25 darab fűrjet, akkor hát 10 az 250, 20 az 500, ilyen 1000 darab fűrjig szeretnék elmenni. 500 lenne az ideális, ami állandóan van és tojik, és azon felül 500, ami pedig folyamatosan cserélődik, tehát vágásra, ugyanis már megjelentek a vevők a fűrhúsra, van rá igény, úgyhogy ez is egy nagyon jó dolog. Mondjuk nincs rajta haszon a fűrhúson, hiába drágán aránylag, tehát 700 forint egy kis fűr megpucolva, de ezen nem lehet hasznot csinálni, mivel rengeteg nagyon sokba kerül a kaja, meg és a többi ilyen mellék dolgok, viszont hogyha visszahozza a saját termény árát, hogy a tojás annyit el tudok belőle adni, akkor már jó, tehát nagyba kell gondolkodni. Hogy mikor fog ez visszatérülni, ez a befektetés, nem tudom, hiszen már elég sokba van benne ez az indulás, viszont egy biztos, annyiba már megtérült, és ennek nagyon-nagyon örülök, hogy lassan február közepén járunk, sőt lassan már át is mentünk a közepén. 2025-be, 2024 márciusától kezdtem foglalkozni a fűrjekkel, és ugye akkor kezdtem a fűrtojást fogyasztani. A mai napig egyszer nem vert le betegség a lábamról. Ha ez valóban a fűrtojásnak köszönhető, és én abba gondolkodok, hogy annak köszönhető, akkor én úgy gondolom, ezt a pénzkiadást már megérte, és ha mellette még fogyassza a feleségem, mellette még ismerősök, akiknek ajánlom, és ők is elkezdik fogyasztani, és ugyanezt fogják tapasztalni, akkor mi értelme, ahogy pénz ment rá,
ha az egészségünket megőrizzük, már jó. Én hiszem azt, hogy Isten majd máshonnan akkor kirendeli, hogyha nem is lesz anyagiakban jövedelmező, de vannak tervek, úgyhogy bízok benne, hogy jövedelmezővé tudom tenni, hiszen még annyit megjegyeznék, elkészült már az első fűrj tojás berakással, ilyen kis üvegbe, tehát főzött, füstölt fűrtojás, ilyen marinált fűrtojásnak mondják nálunk, amit kétféle szószba tettem el, fokhagymás, paradicsomos és paprikás, ilyen különleges kápia paprikával. Eddig jók a visszajelzések, akik megkóstolták, nem sokat adtam el, durván ilyen 8 vagy 10 üveggel, de nem is szándékszok most csinálni, de viszont, hogyha sok lesz majd a tojás, akkor szeretném, hogy az is kapható legyen, szeretném, hogy folyamatosan vágott fűrj is kapható legyen, folyamatosan tojás is kapható legyen, és ami még nagy tervem és nagy vágyam, meglátom, hogy hogy lesz rá igény, mert most folyik az igényfelmérés, meg megvárjuk, hogy ez a háború hogyan alakul, és nagyon szeretnék fűrtojásos tésztát gyártani, és azzal a fűrtojásos tésztával elsősorban ellátni a környékbéli boltokat, hogy az emberek egészséges tojásból készült tésztát tudjanak az asztalukra kitenni. Másrészt természetesen ki kell számolni, hogy hogy éri meg, hogy megebírják majd fizetni, hiszen ezt is figyelembe kell venni, hogy lesz az embereknek rá pénzük. De én amit nézegettem, nem nagy a különbség, tehát meg lehet oldani hasonló árkategóriába, mint a tyúktojásos tésztákat, de hogy mennyire lesz rá igény, ez kiderül. Ez a jövő titka, ezek a belső tervek. Bízok benne, hogy valamit meg tudok majd belőle valósítani. Én köszönöm akkor a figyelmeteket, ha eddig nem voltál még csatornatag, akkor kérlek légy csatornatag és támogass engemet egy kávé vagy egy fél kávé árával, azzal, hogy a munkámat is, illetve a terveimet, illetve hogyha most vagy új a csatornában, akkor mindenképpen iratkozz fel, és érdemes nézni, hiszen a csatornámon folyamatosan rakok fel olyan videókat, amelyek egyrészt a gazdaságomról szólnak, másrészt a nyulakról, fűrjekről, különböző szakmai tanácsokkal és különböző megtapasztalások megosztásával. Legyen szép a napotok, további szép napot nektek, sziasztok!